A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi tanyasi lakott helyek intézmény hiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányok enyhítése, a közszolgáltatásokhoz és egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. Ehhez szakképzett emberekre van szükség, ezt korábban civil szervezetek fogták össze. A koordinációt most új feladatként az önkormányzatok vették át. Nagy örömmel vágtunk bele ebbe az új kihívásba. Egyrészt azért, mert valóban látjuk azt, hogy mekkora szükség van a falu és tanyagondnokokra, a képzett falu és tanyagondnokokra, hiszen az a munka, amelyet ők végeznek, az igazából nem egy 8 órás munka itt valóban. Akár a 8 órán túl is, akár a hétvégéken is feladat van, hiszen egy település gondját baját veszik a nyakukba, és ide valóban nem csak szakmailag rátermett emberek kellenek, hanem emberileg rátermett emberek is, akik akár empátia szempontjából, akár más emberi tulajdonságok szempontjából átérzik, és tudják is vállalni azt a felelősséget, amely ezzel a nyugodtan mondhatjuk, hogy hivatással jár. A falugondnoki szolgáltatás 1000 lakosnak kisebb településen, míg a tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb 400 lakosság számú, kültéri vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Látszik az, hogy a falugondnok a mindennapi élet szervezésében segít a polgármesternek, segít a polgármester által kijelölt idősebb embereknek is, tehát tényleg sokrétű feladatot látnak el, nagyon népszerű a szolgáltatás. Szerencsére azzal, hogy megemeltük, a kormány megemelte a lélekszámhatárt, így most újabb és újabb települések tudnak bekapcsolódni, ezért is van arra szükség, hogy olyan falugondnok kapcsolódjon be, akinek még nincs meg a végzettsége, és nyilván itt fogja megszerezni a megfelelő tudást hozzá, és illetve akik újak kerülnek a rendszerbe, azoknak is a megfelelő vizsgát le kell rakniuk ahhoz, hogy utána falugondnokok legyenek, de nagyon fontos szolgáltatás, örülünk annak. Nagyon sok település pályázott a Magyar Falu Programban a falugondnoki buszra, szerencsére sokan nyertek, tehát a feltételek, a körülmények adottak, ha megszerzik a bizonyítványokat, ha elvégzik a vizsgát, vagy ha megcsinálják a vizsgát, akkor ezerre lehet a feladatra koncentrálni. Az egyik fontos készség a megfelelő szociális kompetencia. Ez azonban kevés. Falu, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a munkáltató bejelent a munkakör betöltéséhez szükséges alapképzésre, és azt egy éven belül el is végzi. A képzés lebonyolítója a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, hiszen fontos, hogy képzései révén gyorsan és rugalmasan reagáljon a megyei munkaerőpiaci igényekre. A képzés az ugye december 6-án a mai napon indult, és a tervezett befejezés az 2022. január 31-e lesz, a tervezett vizsgadátumunk pedig február 2-a. A képzés maga 170 órás, inkább gyakorlatorientált ez a képzés, nem túl elméletigényes. Nyilván az a képzésnek a fő célja, hogy a résztvevők gyakorlatban megtanulják és megtapasztalják, hogy mi is egy falu és tanyagondnoknak a feladata, hogy néz ki egy napi munkaszervezés és munkafolyamat majd a későbbiekben. A vizsga pedig egy záró vizsgát tartalmaz, ahol a képzés ideje alatt egy záró dolgozatot fognak a résztvevők elkészíteni, és a szóbeli vizsgán pedig ezt a dolgozatot fogják megvédeni. A 118 óra gyakorlat mellett 52 órányi elméleti képzésben is részt vesz a 16 leendő falu és tanyagondnok. Ezt többek között a képzésnek helyet biztosító Sonkát polgármestere tartja majd. Leginkább azokkal a jogszabályokkal és olyan feladat elvégzésekkel kapcsolatos tananyagot szeretnék átadni. Természetesen az emberi oldalról megközelítve, meg a gyakorlati oldalról megközelítve, hogy miért fontos maga ez a szolgálat, miért kell alázattal végezzünk ezt a munkát, és miért nélkülözhetetlen személye a falugondnak, a falu vezetésének, illetve a falu lakosságának, idősekkel, fiatalokkal, rászorulókkal milyen kapcsolatot, és hogyan kell ezeket a kapcsolatokat kiépíteni, illetve azokat fenntartani, kommunikációs technikákat, és ezzel a technikáknak a használatával. Így a későbbiekben könnyebben találhatnak majd megoldásokat a különböző élethelyzetekből adódó problémákra, illetve hatékonyabbá válhat a helyi közösségekkel való kapcsolattartás is.